Sziasztok, országosok, ez itt a No Life Ultimate Epic Battle szimulátorozni fogunk. Ma is jött egy csomó mod hozzá. Hogyha van játék, amihez jók, ami nem is az, hogy jók, hibátlan, hogy vannak modok. De azt mondom, kezdjünk az első csapattal, ami... Kettő csapat lesz, vagy hány lesz? Állapodjunk meg, kiderül. Ez így majd így adja magát, jó, így jó, a flow-ba. Jó. Az első én azt mondom, hogy legyen a farkas, nem? Hány? Hát farkas? 250, hát nem tudom. 250 farkas, mondjuk jöjjön a sivatag felől. Jönnek itt a főúton a farkasok, ez a lényeg. Következő, mi ez? Pókember. Pókemberek? Hát pókember a farkas ellen, ez mindig érdekes, szerintem. Igen. Az legyen, legyenek egy csapatban, mert hogy mégiscsak Marvel, nem? 250 pókember, 250 farkas ellen, ez úgyhívja farkas. Alternatív univerzum. Ez a Crawlers, ez már nem tudom, hogy mi. Letöltött a módot, így már nem emlékszem. Nem tudom, Crawlers. 600 Crawlers. Ott benne a városban. Ki tudja. Mi van a Crawlers, már emlékszem. Na mindegy. Ez is a Team 1. Team 1 azért. Nem azt majd... Ja, mert profi vagy. Na, a szamuráj lovak. De a szamuráj ló az simán 1000. 1000 szamuráj ló. Az egy standalone hadsereg lesz a szamuráj ló. De ők messziről, ugye a pusztából, igen, a prériről, a sivatagból, nem érted, mi az a városi élet. Nem, a beduin, a szamuráj lovak. Sárkányok. Sárkány, de abból mondjuk egy százat, mert az egy sárkány. Hát ez egy sárkány, igen. Daenerys is mindjárt magához nyújnak 250 sárkánytól. Hát még 100-tól is, te hülye. Ez a sárkányok azok legyenek a szamurájokkal, én azt hát mondom. Hát mondjuk úgy autentikus. Rólerek pedig azok ezek egy külön csapat, igen. Dolog lesz. Jézust azért Jézus. Még betenném. Én Jézust úgy megláttam. Abból csak egyet rakunk, mert egy. Azért... Na. Jézus Krisztus a ne, Isten megváltó. Káromlásról szól, az nem családbarát. Az nem családbarát. Egy Jézus. De, és ha meghal Jézus és győznek a milyen szamuráj lovak, akkor mi lesz? Majd Biblia órán lesz mit mesélni. A hibátlan pókemberék. Nagyon hát jó. Ezek jó tök jól néznek ni. Kúra jó a textúra. Jól néznek ni. Mi? Mondanám. Azaz. Ez ott már mondja, hogy hey bab. Ja, ott vannak a lószamurájok. Szamuráj lovak. Azért milyen tudjuk lassan? Már a különbséget. Jó, igen, bocsánat. Az igen. Hát hogy néz neki? Ja, hogy robot. Robot, lószamuráj. Tehát, hogy nem szarra gurítanánk. És előre is bocsánatot kérünk. Ott vannak a tripodok. Ó, azt tényleg azt úristen, de durva. De ide is raktunk a sárkányokat. Nem, itt a Jézus. Itt a Jézus Krisztus. Hopp! Ez elég valami. A torinói lepellel, vagy ez mi? Ez nem? Nem is torinói lepelni. De Torino. Tényleg? Igen. Ezek a crawlerek. A Swarm. Ja, a Swarm. Tényleg csalabban. A Starcraft volt. Ilyen pók volt most az én is. Ja, az előbb volt egy kis traumokin Dávid, amely látott egy pókot, ami félig meddig felirohant. És itt vannak a tripodok. De valami még volt, nem? Igen. Mik ezek? Ezek a sárkányok, a 100 sárkány. Tényleg? Hát azt tettünk még. Ó, az igen. Figyelj a tripodokat. A tripodok felé. Pókemberék? Pókember is a... Nem, a pókember ez nagyon nem fog itt... Nem? Mit csinálni? Mert a sárkányok lett, a pókember nem szarozik. A pókemberék. Pókemberék. És Jézus közben mit csinál? Sárkányokat már lövik ott a tripod. Tényleg? Beakadtak. Így azt mondom, hogy a tripod kicsit OP, mint a sárkány. Hát ez fokkal talán. De mintha sebződne a tripod is, nem? Ott füstöl a lába. Hát szálljunk bele egy tripodba. Nem sebződik. 50.000 HP ellenben van. És sebez kurva sokat egyébként. Azt így. Hogy halt meg az rága? Így. Kicsit jobban azért ki van baszva, mint a filmekben, én azt nézem. Én kicsit kidolgozottam. De a farkas az nagyobb, pedig ez amúgy szerintem fa sem, mert a farkas amúgy alacsonyabb, mint a pókember. Tényleg? Igen, a farkas az gecsi alacsony. De a pókember se ilyen izmos. Hát ez az agilis. 30.000 HP-je van a pókembernek, hogyha lehet, hogy van esélye. És mennyit sebez? Nem. Sebez egyáltalán? Dolcsa olyan, de ezek most itt hagyjuk, és nézzük meg, hogy Jézust. Jézus, mit csinál a pók hadsereggel? Robot lószamurájokkal mit kezd éppen már szerintem, hogy van Jézus baj, sok minden nincsen. Nem, azt mondod, opp, arra mennek. Ó, de lehet, hogy Jézus lehozza magad meg. Hallod? Jézus nyomhatja rendesen. Azt figyeld, Jézus! Ez jó. A mindenható Krisztusunk. Tehát, hogy hittanórán vagyunk amúgy most. Ez arra így... Jézusra rohamoznak amúgy. Hát jaj, ez kurva jó lesz ki. Ez mennyire király amúgy. Tehát, hogy... Modder vagyok, és vállalom. És milyen egységet csináljunk ebbe az UFC-be? Miért? Mi kéne? Mi hiányzik? Mi az, ami még jobbá tenni ezt a játékot?
Na, a tripodok már mennek Jézusra? Lófej robot szamurája. Szerintem ez a Jézus, ez kb. Olyan, mint a Chuck Norris, tehát nem lehet megölni. Hát vagy mennyi HP-ja, nézzük meg, sebződött egyáltalán? Hát 200 000? 2 millió. 2 millió, jó. 2 millió HP-ja van. Na, Jézus. Jó, Jézus lehozza, azaz. Kíváncsi vagyok, hogy tényleg kinyer a végén. Szuper, hát Jézus, bazd meg, ez teljesen biztos. Hoppá, azért százezret sebzett. Százezret sebez ez a szar. Lehet, hogy flankelni kéne Jézusnak. Jézus. Hülye, ezért egyed meg a lábát. Hopp, na mennyit sebzünk Jézus? Jézus mennyit sebez? Nem tudod oda menni. Ez egy... Meg fog halni amúgy, mert kardinális kérdés. Bazd meg a tripodok fognak nyerni. Mondtam, hogy kurva erősek a tripodok, látszik rajtuk. Kardinális kérdés, hogy mennyit sebez Jézus? Majd ezért tényleg hittanórán kérdezzétek meg. A paptól. Jézus, ez mennyit sebez egyébként? Mennyit DPS-től ki Jézus? Azt tudjuk, hogy a fa keresztelen nullát, tehát az ellen nem. Not very effect. De más ellen meg, de Starcraftos swarm ellen viszont szuper effektív Jézus. Szuper effektív a Jézus amúgy? Hát bazd meg, ezt lehozzák a tripod. A pókemberekből még maradt valami vajon? Hú, hát ez egy olyan jó kérdés, Ákos. De itt meg flanker csapatokat. Flanker, szamuráj, ló, robot. Ahogy nézem itt, pókemberék a farkas. Ja, ez egész Marvel univerzum alatt kiírtott. A farkas valahogy most kevésbé regenerálódik. Azt mondod? És ez most... De ezek most így szaporodnak, az meg, nem? Na, ezek meghaltak, ha bele is lehet szállni. Hát akkor már csak a lószamurájok meg Jézusban. Most mi Jézusban minden bizodalmunk. Két Jézus mennyire durva lenne. Ezért nem volt két Jézus egyébként, alapból sem. Hol vagy Jézus? Amúgy itt van Jézus. Hát, hogy... Urunk és megváltunk. Erre Jézus, mennyi be ide az épület mögé. Izé, defenzív Jézusba toljad. Hopp, és ugrik, azt te csináld? Nem, azt az ütésre. Anyám. Toljad Jézus. Hopp, hogy szétrugja! Tehát, hogy izét. Egy tolót rá, ezt a robot. Unicorn, nem a robot unicorn, és mondtam, majdnem. Egyébként. És hogyha Jézus mód van, akkor sátán mód miért nincsen? Biztos van, csak a másik lapom volt, mert nem néztük még az összeset. Majd a következő részben. Ugye? Kész. Meghalt Jézus. Tripodok nyertek. Hány maradt? 37. És mennyi volt? 50? 40. 40. Úristen, 3 halt. Azt a 3-at pókemberé követték meg. Kurva a helyzet amúgy. Nézzük. Mit csináljunk máshogy? Tripodokból abból 10. 10 nagyon maximum. Körülbelül egy szuperbetű droidot. Na mondjuk abból rakhatunk el, mint majd 1500-et. Úristen. 1400-et. Tehát azok is szuperbetű droidok akkor legyenek. Jézussal? Jézussal lennének? Mondjuk az úgy validnak tűnik. No. Akkor Jézus gyakorlatilag egy szakadár? Jézus a szakadár. Szakadár Jézus. Történt egy Jézussal a szakadárral. Többi jó volt, közelebb rakom őket, a városba bunyózzanak nekem, ja. Itt a sztyeppéken. Na azt mondom, hogy tripodokat is közelebb, mert lealatják egymást, mire odaérnek, vágod? Mondjuk most csak 10 van, de akkor is sokkal. Ez nem baj, a legerősebb, küzdjön a tripodokkal. Ja, jó, értem. De az aréna, igen. Csak az erős élő. Igen. De kíváncsi vagyok, hogy most a sárkányok mit zúznak le a swarm ellen. Őrület. Megőrültek. Ez tényleg ez amúgy kibaszott taktikai, mármint a játékfejlesztők részéről, hogy modozzak meg. Hát nem is kell már ezzel embereket fizetnünk, hogy... Kitalálják, hogy mi kitalálják, van. Mert itt vannak modderek, és megcsinálják. És egyébként igazából nem nagyon kell ezzel sok mindent modolni, tehát hogy gyakorlatilag ráhúzod egy textúrát. Hát de nem, ez animációt. Ez új modell, tehát ilyen modellek nem voltak eddig, mint a sárkányok. Azt értem, de hogy... Sőt, ez mindegyik új modell, ilyen se volt. Igen, persze, nem volt, ezt tudom. Mekkorát sebez, de a sárkányok azt se tudják, mi van. Tehát, hogy nem érzékelik a valóságot. Látod? Ja. Tőtöbb, Jézus, azon átverekedte magát itt a szuperbetűkvajdokon. Megy előre. Hon van Jézus? Lehet, hogy azért nem jönnek a sárkányok, mert már ott van Jézus. És aprítja őket, mint a disznó. Ez elég ópék ezek a szuperbetűk. Hát eléggé, és nem olyan ennek közeled. Olyan, mint a filmben. Hát nem. Ott is elég ópének kellett volna lenni. Ott van Jézus, nem? Nem. Azt hittem, hogy láttam Jézust. Egy pillanatra olyan volt, de megjelent volna. Most Jézus itt megbújik. Lehet, hogy most Jézus itt bele... Mert a szívünkben van. A lelkét, ott van, nem az, nem ő. Mondjuk Wolverine az biztos, hogy szétzúzna egy sárkány. Igen. Hát simán. Szétégeti. Hát de regenerálja magát. Hát de magasból nyomja a tüzet. Nyomja a tüzet, magasból esze száll. Vagy nem elég intelligens a sárkány ahhoz? Hát ezek nem olyan okos sárkányok. Ezek elég buta sárkányok, de nem ezek, hanem mondjuk egy bármilyen másik okosabb sárkány. Most a tripodok, megérkeztek. Akkor ez meg itt izgi lesz.
Hopp, azt Ló hiszem, Jézus. Samurai azt mondta, hogy szerinte egyszerűbb lesz a tripod, mint a Super Battle Droid, hát nem tudom. Hát megpróbálja, figyelj, megpróbálja. De egyébként lehet igaza lesz. Mert azért pókemberék most sikerült tankolniuk. Hopp, nem. Sikerül. Ott van Jézus, megvan Jézus! Megvan Jézus. Na, jó, hol van akkor. De Jézus, ne ezeket toljad, ezeket lehozzák, menjen a tripodokra. Miért ilyen csillagós a hárta? Ha, páncélba mert van? Mert egy szent, bazd meg, szerintem. Ja? Üssed meg! Azaz! Az damage volt! 10 000? Van satolja Jézus a tripodokat, ez király. Imádlak Jézus. Ott egy sárkány. Egy eltévedt sárkány. Nincs sebez. 800, bazd meg, az jó. Hopp, és kettőfajta animáció van a sebzésen. Nem szarra, Dávid, nem szarra. Nem. Hányszor mondjuk el, hogy nem szarra. Nem kulával törlik a plafont. Jézus túl OP. Nerf Jézus, please. Hopp! Ja, talajtornász. Jézus vs. farkas. A küzdelem, amit mindig is látni akartatok. Mit csinál? Dobál köveket, bazd meg! Bazd. Mert ha megdobnak kővel... Úristen! És ezek nem dobnak vissza X-Men-nel, bazd meg. Ez nem olyan. Bizonyám. Kicsit más van a Bibliában. Ezt nézem. Mondjuk ott annyira pókember sem volt, pedig lehet, hogy nem? Jobban fogyott volna. Én nem, akkor rosszul emlékszem. Úgy emlékszem, volt. Lehet, hogy voltam úgy. Nem volt. A református Bibliában lehet. Lehet, hogy másikat olvastam. Azt lehet. Keveres valamivel. Egy másik kiadást. Na, most mit talál? Nyúkoljál le Jézusban. De akkor mindenki megtalál. Na, talált. Ja, nem, még ott van egy pókember. Megtalálta az utolsó pókember. Egy pókember azért lehet, hogy kitér egy kő elől, nem? Tehát, hogy... De hát, ha Jézus küldi, akkor nem. Akkor közelebb menni van. Megölte Jézus, most ölte meg Jézus, bazd meg. Ott meg Jézus, nézd meg. Hát azért ez geci volt, tehát hogy csak a tábornokra ment. Vérzik! El fog vérezni szerencsétlen. A tripod vége. Tripod. Gép a gép ellen. Fém a fém ellen. Egymásnak feszül. Nézd meg ezt a gyönyörű az acél. Fényjátékot. Hát ez csodálatos. The Jesus is victorious, Jézus az a lényeg. Majd feltámad. Harmadnapra? Ugye? Igen. 1000 mod van még, tehát, hogy nem 1000, de vagy sok. 10 biztos. És minden nap csak egyre több lesz. Úgyhogy írjátok meg szépen, hogy mit látnátok szívesen, és ha van, akkor majd jól átgondoljuk, hogy megcsináljuk-e nektek. És köszi szépen, hogy velünk tartott ma is. Aki okay, tetszett, akkor is lájkodt a szamra. Kommentelt, hogy szeretne az országos panunk. És akkor még fel is iratkozott az Integratikus Cégben. Bizonyám. Tisztelet.